Balmazőváros képviselőtestülete május 25-én megtartotta a munkarendszerinti testületi ülését. 22 napirendi pont volt, illetve felkerültek új napirendi pontok. Mi az, ami megtárgyalásra került, és mi az, ami lekerült erről a napirendi listáról? Üdvözlök minden Balmazújvárosi tévénézőt. Igen, megtartottuk, egy elég viharos testületi ülésen vagyunk túl, de hát ezt már gyakorlatilag megszokhatta Balmazújváros, bár én elég szomorú vagyok, hogy ilyet kell megszokni bárkinek. 20 napirendi pont volt, illetve 21 a különfélékkel, és még két előterjesztést javasoltunk fölvenni. A hulladékgazdálkodási KJT-nek a beszámolóhoz szükséges előterjesztését, illetve volt egy képviselői indítvány, amit három képviselő írt alá, hogy oszassa fel magát a képviselőtestület. Ezt megszavaztuk, hogy akkor vegyük fel ezt is a napirendre. Ennek mi volt az oka? Az, hogy a képviselőtestület feloszlását kéri a három fideszes listán bejutó képviselő. Vagy milyen kimenetelre számítottak? Hát nem tudom, hogy milyen kimenetelre számítottak, nyilván arra, hogy feloszlatja magát a képviselőtestet. Feloszlik a képviselőtestet, bocsánat, nem feloszlatja magát, hiszen azt nem teheti meg, csak hogy feloszlik. Feloszlatni akkor oszlathatnák föl magasabb szintről, hogyha törvénytelen lenne a működése. Tehát ez a kettő nem ugyanaz. Nyilván arra számítanak, hogy akkor nem tudom, mi lesz itt Balmazújvároson, hogy mennyivel tudja majd egy új testület ügyesebben vezetni, nyilván az ő vezetésükkel, vagy nem tudom kinek a vezetésével majd a város, vagy mennyivel lesz elfogadóbb mondjuk egy országgyűlési képviselő egy új emberrel. Tehát gyakorlatilag gondolom arra számítottak, hogy akkor a képviselőtestület megrettem, fölállunk, és a 2019-ben vállalt feladatainkat, amit 2024. októberig vállaltunk, ezeket föl fogjuk adni. Gyakorlatilag fél időben van a képviselőtestület, és a munka is fél időben van. Nagyon sok terhes örökségünk van. Ez bárki bármit mond, bárki bármit állít, ez akkor is így van. Még akkor is, hogyha egyes képviselők, amikor felemlítjük azt, hogy milyen múltból adódó feladataink vannak, akkor hangosan kritizálnak bennünket, hogy ne visszafelé mutogassunk, nem mutogatunk visszafelé. Ezt tudomásul kell venni mindenkinek, hogy addig egy feladat nincs lezárva, amíg a megkezdéstől a befejezésig el nem jutottunk. Ezeknek a feladatoknak a nagy része a múltba kezdődött, és még nincsenek befejezve, mert már a kezdetekkor problémák voltak velük, és óriási terhet rónak az önkormányzata. Ez az egyik legnagyobb teher, úgy gondolom, hogy az uszodának a támogatás visszafizetése, amiből egy nagyon szuper kezdeményezésből a városnak egy rémálma lett, és az a hazugság, ami folyamatosan elhangzik, hogy a mostani városvezetés okozta, hogy az uszoda nem lett felépítve, ez egy szemenszedett hazugság, bárki állítja ezt, én tudom bizonyítani, hogy mi mindent megtett a jelenlegi városvezetés, és miket mulasztottak el az akkori vezetők, és hogy miért nem lett ez az uszoda gyakorlatilag megvalósítva, és miért büntetésként terhelte most meg a várost ennek a visszafizetése, amelyet önerőből hitel nélkül fizettünk vissza. Tehát ha a város lakói azt keresik, hogy hol van a pénz a fejlesztésekre szánt pénz, akkor azt tudom mondani, hogy ki kell menni, meg kell nézni az uszodát, ott van, mert hogy a város bizony-bizony megtakarításokból és különböző bevételekből fizette vissza ezt a nagyon terhes kötelezettséget. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket felróva képviselőtestek, hogy nem haladunk, nem csinálunk semmit, én úgy gondolom, hogy a lehetőségeket maximálisan kihasználva azért Balmazújváros és szépen, csendesen a lakosság igényeihez igazodva fejleszt. Tér, piac, utak, szépen járdák, térkövezések, óvodák, felújítások, minden szépen halad, nyilván a lehetőségeknek a függvényében. Ha kevesebb a lehetőség, akkor lassabban haladunk, de akkor is haladunk. És hiába mondják, hogy mert nincs haladás, sőt, olyat hallok, hogy valaki azt meri mondani, hogy 20-30 évvel veti vissza Balmazújváros fejlődését a jelenlegi városvezetése. Szeretnék rá majd példákat is hallani, hogy mi az a 20-30 év. Mert hogy gyakorlatilag az elmúlt 10 évhez képest szerintem egész szépen fejlődtünk az elmúlt 3 évben. Úgyhogy a szavakat feldobálni, ahogy a testületi ülésen is elmondtam, földobják a levegőbe, és nincs alatta létra. És csak
ezeket szajkózzák 20-30 év, ez se haladt, az se haladt, ama se, ez szégyen, az szégyen, közben nem csinálnak semmit, csak hibákat keresnek, bírálgatnak. De kérdem én, ha egy képviselő felfedez egy hibát, akkor mi az eljárás a lakosok szerint? Szól-e akár a polgármesternek, akár a jegyzőnek, akár bármelyik vezetőnek, hogy itt van egy probléma, én, mint képviselő felfedeztem, legyenek szívesek, oldják meg. Még akár segítek is. Vagy azonnal feljelentem valami hatósághoz, hát ha kijön, hát ha akadályozza a munkát, hát ha mondhatjuk, hogy na ugye, megmondtam. Melyik az a hozzáállás, amelyik előre viszi a városnak a fejlődését, amelyik előre viszi a város szekerét? Gondolom, nem kell sokat gondolkozni, hogy vannak ilyen képviselők, akik csak feljelentésből élnek. Gyakorlatilag. És azzal dagad a mellük, hogy ugye találtunk hibát. Persze, dolgozunk, vannak hibák, de kijavítjuk. Tehát nincsen ezzel probléma, és haladunk előre. A másik pedig az, hogy miért tudtunk megtakarítani, mert nem szórjuk a pénzt, és nem lyukassa önkormányzatnak a pénztárcája. Nem folyik ki belőle a pénz. Térjünk vissza az eredeti kérdéshez, hogy mik lettek megtárgyalva. Két nagyon fontos dolog, aminek nagyon örülök, hogy elfogadta a képviselőtestület. Ez a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása, amit márciusban már levett egyszer a képviselőtestület három kérdés miatt. A három kérdés megválaszolása oda volt betűzve a rendelet módosítás mögé, hogy mindenki láthassa a választ. Ezt elfogadta a képviselőtestület, és elfogadta a képviselőtestület a 2021-es évi költségvetés végrehajtását. Tehát lezártuk a 2021-es évet, a költségvetés, a megtervezett költségvetéshez képest lezártuk a pénzügyi számszaki évünket. Volt olyan képviselői megnyilvánulás, ami engem egy kicsit megbotránkoztat, hogy honnan tudjuk, hogy az 5,8 milliárdból a 6,9 milliárd ez hogy lett? Ott volt az anyag, számszakilag össze van rakva. Ha valaki nem tudja elképzelni, hogy menet közben mondjuk minimálvéremelések voltak, normatíva emelések voltak, stb., azt nagyon sajnálom, hogy nem tud utána nézni ezeknek a dolgoknak, de még kérdezni se tud, hanem csak gyanút fogalmaz meg, hogy valahova, valahol eltűntek itt pénzek, szóval szó nincs erről, csak utána kéne nézni, és nem a képviselő testületi ülésen dobálózni azzal, hogy ez az önkormányzati dolgozói csapat, ez nem jól dolgozik, nem szakszerűen, meg mi az, hogy 600 oldalnyi anyag, hát ezt össze is kell állítani. Ez irdatlan munka, képviselőtestületi üléstől képviselőtestületi ülésig, és nem csak összeállítani kell ezt az anyagot, hanem ezeket a feladatokat el kell végezni, hiszen azokról számolunk be, amiket elvégeztünk, illetve azokat tesszük a testület elé, amiket majd el kell, hogy végezzünk. Tehát óriási munkát végez az önkormányzat mindenféle egyéb híresztelésekkel ellentétben. A képviselők részéről nem érzi polgármester úr ezt hátráltatásnak, szándékos hátráltatásnak, illetve felkészületlenségnek, hogyha nem készültek föl az anyagból? Hát az, hogy némely anyagból egy-egy mondatot elolvasnak, vagy keresnek egy olyat, amely olyan jól hangzik és elismétlik hatszor, hogy az hiba, és utána kiderül a végén, hogy nem hiba, hát ha ez hátráltatás, akkor nevezhetjük hátráltatásnak. Én azt gondolom, hogy az a képviselőtestületi tag, aki folyamatosan, de a bizottságoktól kezdve a testület ülésen is folyamatosan csak tartózkodik, de nem határozza meg, hogy miért tartózkodok, vagy miért szavazok nemmel, csak azért, ez erősen visszafogja a városnak a fejlődését és a város érdekében tett munkát. Mert ha megnézzük a szavazati arányokat, rengeteg helyen volt a tartózkodás, mindenféle indok nélkül. Ha nemmel szavaz valaki, akkor mondja meg, hogy lehetne jobban, vagy miért szavazott nemmel. Ha igennel szavaz, akkor elfogadja az előterjesztést. De tartózkodunk mindenféle indok nélkül, mikor tudjuk, hogy a tartózkodás az nemet jelent, tehát magyarul csak így szépen finomítunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jogos volt a kérdés, igen, nehéz így haladni, de hát ha valamelyik előterjesztés nem fogadja el a képviselőtestület, de feltétlenül fontos, minden előterjesztés fontos a város szempontjából, akkor újra be fogjuk vinni. Újra és újra.
A testületi üléseket bizottsági ülések előzik meg, ahol azért a vitákat le lehet folytatni, hogy megtárgyalásra kerüljenek, egy összhang alakuljon ki. Ezek szerint ezekben a bizottságokban nem sikerül, vagy olyankor nem kerülnek terítékre ezek a kérdések, amelyek a testületi ülést tulajdonképpen jó hosszan el is húzzák. Igen, most már a bizottságokban úgy alakult át egy kicsit a munka, hogy ott is leginkább tartózkodás van. Azokra a kérdésekre pedig még utalás sincs, amit majd bedobunk bombaként a képviselőtestületi ülésen, hogy hát ha ott nagyobbat szól. Tehát a bizottsági üléseken ezek a kérdések nagyon ritkán merülnek föl, azért, hogy esetlegesen ne tudjunk felkészülni, hogy de hát kérem, hát ez nem így van, mert ezt így kellene látni, vagy úgy kellene látni. Nem, ezek váratlan szituációkat okoznak. Elvárja egy képviselő, hogy én fillérre, forintra minden számlát tudjak, mindent ismerjek a városba. Nonsense, nevetséges, ez csak ilyen színjáték. Tehát az, hogy azt mondja, hogy azért vagyok polgármester, hogy mind a 18 ember minden lélegzett vételét és minden lépéséről tudjak, az, aki ezt várja el, az szerintem nem ebbe a világba jön. Tehát halvány fogalma nincs akkor arról, hogy mit jelent városvezetőjének lenni, mit jelent önkormányzati képviselőnek lenni, szerintem fogalma nincs róla. Mindezen nehezítő körülmények között mi az, ami mégis sikerült, hogy elfogadták, illetve mi az, amit nem fogadtak el a képviselők? Igazából egy kicsit meglepett engem az, hogy a önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak a beszámolójából kettőt nem fogadott el a képviselőtestület. Ott sem volt például a Városi Egészségügyi Szolgálat Kft.-nek, a non-profit Kft.-nek a beszámolóját nem tudtuk elfogadni, mert szinte a hat igen mellett volt hat tartózkodás. Tehát még indoka se volt annak, hogy miért nem fogadjuk el a Városi Egészségügyi Szolgálat Kft. Beszámolóját. Ennek azért következményei vannak, hiszen ezeknek a gazdasági társaságoknak be kell nyújtani a beszámolójukat a cégbíróságokhoz, úgyhogy mint tulajdonos ezzel felelősséget vállalunk, és felelősség terhel minden egyes képviselőt, aki indok nélkül akadályozza, hogy az önkormányzat gazdasági társaságának a beszámolója időbe bekerüljön a cégbírósághoz. Tehát ez azért nem ilyen egyszerű kérdés, olyan, hogy most tartózkodok, mert nem szavazom meg. Mi az indok? És aki tartózkodott, vagy nem szavazta meg, és indokkal se szolgált, kérdőre vonható utólag, vagy ott a testületi ülésen? Hát most ezeket a beszámolókat nyilván újra testületi ülés elé kell vinni, hiszen ezekről dönteni kell előbb-utóbb. De meg kell mondani, hogy mi az, ami nem tetszik, hogy a Kft. Ügyvezetője, könyvvizsgálója, könyvelője el tudja mondani, hogy az a probléma, vagy nem probléma, vagy mi az, ami a képviselőnél problémát okozott, hogy arra magyarázatot kapjon, és hogyha megfelelő a magyarázat, elfogadja, ha nem, akkor megmondja, hogy mi a problémája, és javítani. Tehát ezekből a számszaki pénzügyi beszámolókban javítani, igazából az elmúlt évről beszélünk. Úgyhogy nem tudom, illetve a Városgazdálkodási Kft.-t ugye sokszor támadják, rengeteg alkalommal most szintén nem fogadták el a beszámolóját. A Városgazdálkodási Kft.-től mindenki csodát vár. Én nem a csodát várom, maximálisan eleget tesznek a lehetőségekhez képest a feladataiknak. Az, hogy egyébként nem tud maga az önkormányzat megfelelő mennyiségű bért biztosítani ahhoz, hogy olyan szakembereket fizessenek meg, akiket most jelen pillanatban már a profi világ elrabol, tehát az építőipartól kezdve minden más egyéb, tehát a szakembereknek a itt tartása nagyon nehéz, nagyon kevés az állomány, ahhoz képest mindent megtesznek azért, hogy a város szép legyen, az intézmények karbantartása meglegyen, az pedig, hogy nem tudni mi okból, de folyamatosan támadják mondjuk a városgazdálkodást, hogy itt is fű van, ott is fű van. Ha valaki figyelemmel kíséri, hogy a város karbantartása folyamatosan zajlik, és tisztában vagyunk a emberi és gépeszköz állományunkkal, meg azzal is, hogy a hazugságoknak egy része az, hogy hú, eddig ez nem így volt, de eddig is így volt. És mindig nőtt a fű.
Csak a probléma az volt eddig, hogy a közfoglalkoztatottak nem mindig ott dolgoztak, ahol kellett volna, most már mindig ott dolgoznak, hiszen ezt már csak azért is tudjuk, mert szinte hetente van most már munkaügyi ellenőrzésünk, folyamatosan feljelentik a közfoglalkoztatotti programokat, folyamatosan, tehát minden héten van egy feljelentésünk, minden hónapban egy-két feljelentés van a KFT-ink ellen, minden hónapban feljelentés van az önkormányzat ellen, tehát olyan feljelentés cunamiben dolgozunk, ami már számunkra gyakorlatilag majdnem természetes, ugyanis ezeknek a feljelentéseknek a nagyon-nagyon nagy része teljesen alaptalan. Teljesen légből kapott, vagy olyan minimális változtatást vagy tevékenységet igényel, amit ott az ellenőrzés folyamán, abban a pillanatban ki tudnak javítani. Tehát gyakorlatilag tényleg meg akarják bénítani a város munkáját egyesek, de én azt gondolom, hogy vannak olyan elhivatott embereink, vezetőink, olyan munkatársaink, akik ebben a ilyen körülmények között is lelkiismeretesen is jogszabályszerűen dolgoznak. Itt azért megkérdezném, hogy a városképviselőinek nem az a feladata, hogy a városért dolgozzanak? De hát most arról beszélek folyamatosan, hogy arról lenne szó, hogy ha egy problémát meglát, akkor bejön, jelzi a problémát, megköszönjük, és a problémának a megoldásának, még megoldást is adhatna a képviselő. Tehát. És a lakosok nem tudják rászorítani esetleg azokat a képviselőket, akik csak háborogni szeretnek, hogy a feladatokat kellene teljesíteni. A következő, tehát úgy néz ki, mondjuk a képviselőtestület ülésen is úgy nézett ki, hogy itt megvan annak az alapja, hogy a képviselőtestületet, illetve a polgármestert támadjuk, meg két évvel ezelőtt e-mailekkel dobálózunk, stb., aminek már gyakorlatilag kicsit ideje múltak ezek a dolgok, akkor a feladatok megoldásra kerültek, illetve az, hogy van egy e-mail, és utána, hogy történt a feladatnak a megoldása, az már nincsen leírva, csak hogy volt egy ilyen e-mail. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok e-mailt, papírt, levelet lehetne itt mutogatni. Én azt hiszem, hogy én is tudnék mutogatni ilyen dolgokat, de nem mutogatok, mert nem ez a feladatom. Az a feladatom, hogy ezt a város teljes messzélességgel képviseljem és vigyem tovább, úgyhogy próbáljunk meg nyugodt légkört kialakítani ebben a városban. Minden irányban elindultunk, dolgozunk. Ha valaki azt hiszi, hogy mi ezt most itt feladtuk, mert hogy az országgyűlési választásokon új kormányunk lett, tudomásul vettük. Eddig is ilyen kormányunk volt, eddig is ez volt az országgyűlési képviselőnk, aki jó most, a dr. Tiba István. Dolgozunk, nem változtatott a hozzáálláson, mi próbálunk változtatni a hozzáálláson, tehát én nem fogom minősíteni az ő munkáját, mert nem fogom minősíteni a munkáját több okból is. Ő folyamatosan minősíti az én személyiségemet, folyamatosan rágalmaz. Én ezt azt gondolom, hogy egyszer már kipróbáltuk, elengedték a feljelentésemet az országgyűlésig, ott nem adták meg a mentelmi jog felfüggesztését. Gyakorlatilag így azt mond, amit akar. Én meg úgy reagálok rá, hogy én akarok. Ha elengedem a fülem mellett, akkor elengedem a fülem mellett. Igazából nem hiszem, hogy ez a kettőnk közti kommunikáció az, ami nagyon sarkalatos lenne a városvezetésből. Egyetlen egy dolog van, akar segíteni Balmazújvároson, vagy nem akar segíteni Balmazújvároson a saját képviselői eszközeivel, eszköztárával, amiről én nekem nincs tudomásom, én nem tudom, hogy milyen segítséget nyújthat. Egy dolgot tudok, hogy nagyon sok esetben azt veszük észre, hogy bármilyen irányba elindulunk, az indulás zöbkenőmentes, az érkezés meg be van fékezve. Ennyit tudok mondani, tehát ez így sok esetben találkoztunk már ilyen dologgal, de nem nevesítem ezeket a problémákat. Ami nagyon fontos, tehát, hogy két gazdasági társaságunknak a beszámolóját még nem fogadta a képviselőtestület, be fogjuk vinni újra a képviselőtestület elé, el kell, hogy fogadja a tulajdonos, addig fogjuk javítani, addig fogjuk a kétségeket, vagy a kételyeket megválaszolni, kérdéseket, amíg a képviselőtestület úgy nem dönt, hogy igenis elfogadjuk a beszámolót, mert nincs több hiba. Most sincs, szerintem, csak most úgy tartózkodtunk. Az óvoda és bölcsőde intézménynek a beszámolóját elfogadta a testület, nagyon részletes, több száz oldal, tehát ott minden fényképpel dokumentálva, nagyon aprólékosan, úgy, ahogy a pedagógusok igazából be tudják mutatni a munkájukat, úgy nagyon szépen köszönjük a óvoda pedagógusainknak azt a munkát, amit a gyerekeinkért végeznek, ezt elmondtam a képviselőtestületi ülésen is. 24 csoport fog indulni az idén is,
az idei tanévkezdéssel az óvodák esetében, úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyerekeknek az ellátása az szinte kifogástalan most Balmazújvároson. A következő napi rendi pont kiemelt volt a testületi ülésen. Melyik? A tízes. Jaj, a tízes, igen. Ugye elindult a fürdőben a fürdőgyógyászatunk, és sokan jelezték vissza, hogy oké, okay, de volt valamilyen támogatás régebben. Igen, csak a 21-22-es, 20-as, 21-es évre a pandémia miatt gyakorlatilag a gyógyászati szolgáltatás minden más év megszűnt, ezért nem volt betervezve balmazújvárosi lakosok számára a gyógyászati támogatáshoz önkormányzati szociális rászorultság alapján támogatás. Most újra bevezettük ezt a támogatást. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy azok a nyugdíjasok, rokkant nyárulékban részesülők, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők, akik balmazújvárosi lakosok, a 15x4 kúránál 15 ezer forint kedvezményt fognak kapni Balmazújváros városától, akik balmazújvárosiak, és nem érték el még a rokkantság, tehát akik gyakorlatilag épp, hogy mondjam, nem is keresőképesek, illetve nem nyugdíjkorúak, nem rokkantak, nem szociális járadékban részesültek, de a jövedelmüket tudják igazolni, hogy nem megfelelő mennyiségű a jövedelmük, akkor ők 9000 forint támogatást fognak kapni a 15x4 kezelésre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt megtettük, hiszen eddig is így működött, csak akkor még városkártyával, most lakcímkártyával lehet ugyanezeket a szolgáltatásokat majd igénybe venni. Erről a fürdőben, illetve nálunk a szociális osztályon lehet érdeklődni. Úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, még ebben a nehéz helyzetben is, hiszen a nehéz helyzetben is gyógyulni vágynak az emberek, és mi meg azt szeretnénk segíteni. Nagyon fontos, hogy újra visszatér a főtérre a motoros fesztiválunk. Kaptunk egy kérést a Koroknai Autósiskolától, hogy a város támogassa, hogy itt újra a műfáz előtt rendezzük meg a motoros fesztivált. Igen, a város támogatja és a területet biztosítja a fesztivál megrendezéséhez, amely megrendezésre kerül, hogy egy kis reklámot is mondjunk, és bocsánat, hogy melyik is volt ez a kezdeményezés, hogy pontos dátumot el tudjam mondani. Június 16-án és június 16 és június 19-e között kerül megrendelésre a motoros fesztivál, úgyhogy minden érdeklődőt szeretettel várunk majd. Az egyik támogató, ugye az önkormányzat, nyilván részletes programok majd lesznek. Mely napi rendi pont élvezett még prioritást a testületi ülésen? Volt egy tájékoztató a gáz és áram beszerzésekkel kapcsolatosan. Ez csak egy tájékoztató volt, hiszen köztudottan mindenki nagyon nehéz helyzetbe került most jelen pillanatban az országban, tehát nincs olyan, aki nem került volna olyan nehéz helyzetbe. Nyilván akik a rezsi csökkentés ernyője alatt vannak, azok kevésbé érzik jelen pillanatban az energiahordozók árának emelkedését, de az önkormányzat és intézményeinél nagyon sokan, nagyon sok intézmény és maga az önkormányzat is húsba vágóan érzi, hogy 3-4-szeres árak vannak mind a villamosenergia, mind a gázárakkal kapcsolatosan. Elmondtuk a hatósági osztályvezető, aki most Kulcsár Zsolt lett, aki nagyon régóta itt van, úgyhogy ezúton is jó munkát kívánok neki, mint hatósági osztályvezető. Elmondta a beszerzéseinket, amelyek mindenkor a jogszabályoknak megfelelőek, és mindenkor arra törekedtünk, hogy a legjobb feltételekkel jusson az önkormányzat energiához. Sajnos, amikor a külső körülmények megváltoznak, abból egyik pillanatról a másikra nem lehet az önkormányzat számára más kedvező irányvonalat venni, de azon dolgozunk, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk, próbáljuk csökkenteni az energiát, energiafelhasználást, illetve azon dolgozunk, hogy átnézve a költségvetésünket, honnan tudunk olyan megtakarításokat eszközölni, amelyek, ha más nem időlegesen is, áthidalják ezeket a
szakadékokat. Az egyik ilyen lehetőség a REKI támogatás, amelynek a pályázat benyújtásához kértünk a képviselőtestülettől felhatalmazást, mármint a városvezetés, hogy benyújthassunk REKI támogatást. Ez arról szól, hogy ha nagyon meg van szorulva a város, akkor rendkívüli támogatást lehet kérni a kormánytól. Az a vélekedés, ami elhangzott a képviselőtestületi ülésen, az rendkívül nem egységes, hogy mi szapuljuk a kormányt, most meg segítséget kérünk. Nem igaz. Az, hogy minden intézkedésével a kormánynak nem értünk egyet, az egy dolog. De az, hogy egy önkormányzat egyébként, amikor világgazdasági problémákkal, illetve az országot átfogóan érintő globális problémával találkozik, és önön erejéből ezt nem tudja megoldani, ugyan kihez forduljon segítségét? Az adott képviselőhöz? Vagy esetlegesen a kormány tud segíteni? Volt már erre példa, amikor 2012 tájékán milliárdos konszolidációt kapott például Balmazújváros is. A kormány átvállalta az akkori talán 2,5 milliárdos tartozását Balmazújvárosnak, ugyanúgy, ahogy az ország többi ország, többi városának is. Tehát ez nem egy olyan eset, ami esetlegesen nem következhet be még egyszer egy ekkora energiaválság esetén. Úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy hát ez nevetséges, hogy a kormányhoz fordulunk, meg koldulunk, nem koldulunk, hanem segítséget kérünk az adott kormánytól, mert hiszen neki az a feladata, hogy segítse a lakosságot, az önkormányzaton keresztül a lakosságot, amely Magyarország lakossága. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a rendkívüli támogatásról beszéltünk, a tájékoztatóról, az energetikai tájékoztatásról beszéltünk. Ezek olyan fontos kérdések, amik jó, ha mindenki tud és látja ezekből a közvetítésekből. Egyetlen egy előterjesztést vettünk le napirendről, ez pedig a Garabonciás diákszállónak a kérdése. Ott a jövő héten folytatunk majd egyeztetéseket a Beletyújfai Szakképzési Centrummal, hogy ők hogyan képzelik, és mi a turisztikai elképzeléseink milyenek az ezzel a vagyonnal kapcsolatosan, hiszen ez az önkormányzat vagyona, az önkormányzat hozta létre, az önkormányzat pályázta, megépítette, fenntartotta, lejárt a fenntartási idő. Én azt gondolom, hogy csak úgy valakinek egy ekkora vagyont átadni, az felelőtlenség. Tehát az, hogy ki milyen feladatot lát benne, vagy ki hogy képzeli ennek a felhasználását, az egy dolog. De az önkormányzat, Balmazújváros a tulajdonosa ennek az épület résznek, ami nincsen állami kezelésbe. Ez önkormányzati tulajdon. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat felelősen kell, hogy döntsön ebben az esetben, hiszen nem minden átadás jó az önkormányzat számára. Úgyhogy erről később fogunk majd beszélni. Egyébként a testületi ülés eredményes volt, hiszen legtöbb előterjesztést elfogadta a képviselőtestület. Mi dolgozunk tovább, ha kell, akkor 800 oldalas előterjesztéseket fogunk elkészíteni. Jellemzően egyébként nagyon élesen bíráló képviselőnek a bírálata, hogy milyen sok és milyen kevés idő van a felkészülésre, mondjuk megértem, mert hát a feladatok ugye folyamatában jönnek, tehát nem úgy van, hogy egy évvel ezelőtt már tudunk egy olyan feladatról, ami mondjuk 2 héttel ezelőtt keletkezett, de ott van például a Balmazújvásáros környezetvédelmi programja, amely környezetvédelmi programból már tavaly döntöttünk, és előzetes döntést meghozta a képviselőtestület azzal, hogy a képviselők ötletekkel, megoldásokkal, javaslatokkal járuljanak hozzá a környezetvédelmi programhoz. Ezt egyetlen egy képviselő sem tette meg. A önkormányzat a határozatban megjelölt feladatait ellátta, az összes hatósággal, aki előírt hatóság leegyeztette, a hatóságok véleményezték, egyes kisebb kiigazításokat tettek, azokat beleépítettük, és összeállt a környezetvédelmi programja a Balmazújvárosnak. És akkor azt mondani, hogy erre 2 nap nem elegendő, mikor volt rá majdnem 1,5 év, ez probléma, igen, a képviselő esetében is. Nem mindenkire vonatkozik ez a dolog. Úgyhogy valahogy én azt gondolom,
hogy összetévesztik egyes képviselők a főállású munkavállaló és a társadalmi megbízatású képviselő közötti, hát nem találnak összefüggést. Tehát amikor azt gondolják, hogy minden módon beléphetnek, én nagyon örülnék, ha más is belépne ebbe a helyzetbe, ahol én, mint polgármester vagyok, én főállású polgármester vagyok, egész idő alatt, egész munkaidőm alatt azzal foglalkozom, hogy Balmazújvárosnak minél jobb legyen, és Balmazújváros haladjon előre. A kollégák, a hivatal dolgozói szintén főállású munkavállalók, akiknek az a feladatuk, hogy egyes feladatokat kidolgozzanak, megoldjanak, az ő munkaköri leírásukba tartozó dolgokat elvégezzék, és így összeálljon egy városnak a vezetése. Ebből a városvezetésből olyan megoldások, kérések, feladatok kell, hogy előkerüljenek a képviselőtestület elé, amelyben a képviselőtestületnek döntenie kell. És ha a döntéshez még szükséges bármilyen információ, akkor a szakemberektől meg lehet kérni. De olyan kijelentés, hogy hát egy képviselő bármelyik irodába bármikor bemehet, és bármilyen tárgyalásba, vagy bármilyen megbeszélésbe beleszólhat, ott ülhet, nem munkaköri leírás, itt van főállású munkavállaló, aki elvégzi. Ha valaki polgármester szeretne lenni, én azt gondolom, hogy akkor indulni kell a választásokon, össze kell gyűjteni megfelelő számú szavazat vagy aláírást, utána meg kell méretni magát a választáson, és ha ő lesz az, akit kiválaszt a közösség, akkor el kell látni ezeket a feladatokat. De mindaddig, amíg valaki nem polgármester, akkor ne akarjon polgármesteri feladatokat ellátni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy néhány képviselő szereptévesztésben van. Ezzel nem azt mondom, hogy a képviselők ne szólaljanak föl, a képviselő testületi munka ne legyen elvégezve, de legyen elvégezve, csak akkor ez a munka előremutasson, és ne folyamatosan abba turkáljunk, hogy 2 évvel ezelőtt esetlegesen valami már itt nem lévő dolgozó által elindított dolgokat, ha akkor megcsináltuk volna, akkor most Kánoán lenne Balmazújvároson. Mindenkor, minden esetben Balmazújváros számára legjobb dolgokat veszünk figyelembe, és ha van egy, hogy mondjam, egy megoldási javaslat, akkor ezt legalább 5 féleképpen meg kell vizsgálni, hogy biztos, hogy jó-e, és nem biztos, hogy a végén az lesz a megoldás. Azon dolgozunk, hogy a legjobb megoldásokat találjuk meg Balmazújvárosnak.